Tisztelt nézőink, újból a stúdióban. Az előbbi beszélgetésben bemutattunk egy már megjelent könyvet, most pedig a feltett szándékom az, hogy rákérdezek egy remélhetőleg megjelenés előtt álló vagy alakuló könyvre. Tisztelettel köszöntöm a stúdióban Jancsó Miklós színművészt, írót. Jó napot kívánok, szervusz! Szervusz! Hát azt beszélik, remélem nem csalódom, hogy egy újabb köteten dolgozol, színházi anekdoták, történetek talán. Igen, hát időm van, és akkor a régi színházi emlékek valahol kísértettek. Nagyon sok kollégám már nem él, és akkor egy kicsit úgy éreztem, hogy jó volna ezeket a nem is mindig anekdótákat, hanem egy kis történetecskéket lejegyezni. És mert csak nyugdíj... annyira szólok közben, ezek is olyan humorosak lesznek, mint például... Részben. Nem akarom részben. Mondani. Igen. Igen. Részben igen. Másrészt pedig én nagyon szerettem azokat a színházi embereket, akik a reflektorok mögött álltak. Színpadi munkások, ügyelők, sugók, női fodrászok, fodrászok, öltöztetők, és úgy éreztem, hogy ezeknek is a sorsát nagyon röviden meg kell írjam. Persze a rájuk... Mert hogy nem ők viszik el a tapsot általában. Nem, de ott élik le az életüket, és a színház egy ilyen furcsa intézmény, amelyik valahol jellemformáló is, nem csak a színészek jellemét befolyásolja, akarva vagy akaratlanul, hanem a színházi munkakörben dolgozókét is. Adott pillanatban tartást ad? Elkezdik viselni azt, hogy ők is a művészet részei. Ez adott pillanatban rendkívül kedves, humoros, mosolyogtató dolgokat eredményez. Én ezeket is lejegyeztem, aztán lesz-e kiadás ebből az anyagból, vagy nem, nem tudom. Én mindenképpen egy olyan 300-320 oldal lett, de más... Látom, egy hosszú lista van előtte. Igen, a tartalom jegyzik. Hát például Bence Ferivel én nagyon jóba voltam, és vele kapcsolatban is rengeteg kedves anekdóta van. Hát egyet röviden elmondok. Méhes György Hete, mint a gonoszok című vígjátékát játszok vidéken, és Ferenc egy káderest játszott, egy ilyen lakásharc. És az a pillanatban a színpadon kellett átrohanjon, hogy baj van, tűz van, baj van, baj van, eltársak. Kiszálláson vagyunk, és Murkos Feri, így hívtuk a terrautó sofőrünket, mert hostárti volt, nagyon szerettük különben. Olvastam az újságban, de folytassad, mert mások nem ismerik, jó? Igen. És ott a bóbiskolt a széken, ugye hát mit csináljon, és akkor Feri, Bence Feri odaült a füléhez, hogy baj van, tűz van, mire Murkos Feri fölugrott, és berohant a színpadra, hogy hol van a tűz, hol van. Ez nem lett volna tragédia, de Bence Feri nem tudott bemenni a nevetéstől. Akkor Murkos Feri ott állt a szín közepén, és észrevette, hogy itt van, nem stimmes, lábújhegyen kiment. Ez most se értem, miért kellett ez lábújhegyen. Szóval sok kedves ilyen történet van. Igen, ez megjelent a Szabadságban is. Azért mondom, hogy ez történetesen. A női fodrászok, kedves történetek, Dán Géza, aki tudvalevőleg Mihály király fodrásza volt, minden reggel intézte az uralkodó szőrzetét, és egyszer csak a királyné is üzent, hogy Heim Géza Siláminé. És ugyanakkor a királyhoz is kellett menjen, és akkor Géza oda ment a király, és mondta, Majestáté, férfiak vagyunk, öntői damna, egyszer az asszony, és várjon, tessék várni. Szóval rendre utasította a királyt. Kedves történetei vannak. Hát érdekes lehet, tehát Bukarestből ide került, és a Kolozsvári Színház... Nem firtattuk a történet igazságtartalmát soha. Értem. Aztán a készülő kötetem, hát Kolozsvárról szól, a városról, kocsmákról, megjelent annak idején az első könyvemben Vilma, te édes. Igen. Hát azt újra szeretném kiadni, tekintettel a nagy érdeklődésre. És a másik a Kóla, a művészklub, ez az éjszakai, ennek olyan... Hogyha most a hátam mögé látnának a nézők, akkor aki ott a kamera mögött ül, rengeteget mesél nekem a Kóláról. Igen. Bencédi József kollégámról beszélek. Én is jártam oda, de én már szerintem csak a végét kaptam el. Igen, hogy szűnt meg, nem tudom, de ez egy nagyon érdekes, és sajnos erre nincs idő, hogy ezt én ebbe belemenjek. Akkor nagyon kedves történetek, apám Párizsba tanult a Sorbonon, és közben statisztál. Csak annyit, hogy éppen ott van, akit emlegettem, Bencédi József, aki nekem rengeteget mesélt a Kóláról, hogy ott milyen élet volt, jó? Ennyi. Igen,
akkor folytassuk. Apám Jancsó Elemér Párizsban, Sorbonon tanult, és közben statisztált a Comédie Française-be. És itt is egy legendás története, statiszta kollégája, színészi ambíciókkal volt megáldva. Apám ugye hazajött, egy év múlva ment, és kereste François-t, a barátját, és mondták, hogy portásra sejtelmes volt, hogy jöjjön csak. És oda vitte egy öltözőző, ki volt írva a neve. És aztán hogy? Hát színész lett. A statisztából, kérdezte apám. Úgy történt, hogy betanult minden szerepet, valaki lebetegedett, és ő jelentkezett, beugrott, másnap kapott egy gyönyörű szerződést. És egyik élszínésze lett a Comédie-nek. Szóval vannak ilyen... Ilyen meglepetését seket tartogat az élet. Hoztam egy érdekes, remélem érdekesség. Jancsó Elemérnek barátsággal József Attila. Egy József Attila dedikáció. Nem szerintem tudom, több, mint érdekesség. Jól tartom, hogy a igen, kamera azt hiszem, látja. Csak tartsad még, légy szíves, mert akkor igen? Megpróbáljuk. Igen, József igen, Attilát igen, is és egy kicsit talán kellene dőlteni, mert a jó, ez az. Így, na most látszik. Igen, most aztán letagadhatatlan. Jó. Igen. Igen. Hát ennek a történetét is megírom. Aztán írásaim közül válogattam például Don Juanok alkonya. Hát tudjuk a Don Juan legendát, két Don Juan típus létezett, Don Juan de Marañá, akit Prosper Mérimé írt meg, és aki megtért. Megtért, és kérte, hogy a templom küszöbe alá temessék, és írják ki, hogy itt nyugszik a világ legrosszabb ember, aki élt. És a másik Don Juan de Tenorio, aki megátalkodott, és tudjuk, igen, hogy elragadta a kontúr szobra. Na most én a Don Juanok alkonya kapcsán kicsit nosztalgiával emlékezem ezekre a Don Juan típusokra, hogy manapság már meg ne bántsak egyetlen hölgyet sem. Mennyivel egyszerűbb dolga van a férfiaknak, például egy gazdag arab, mutatta a televízió valamikor, aki a kikötőben a jakján élt, és hát naponta több hölgy látogatta meg, és nem kellett párbajozzon, nem kellett testvéreket megöljön, semmi. Olyan simán zajlott a szerelmi élet, hogy az már irigylésre méltó volt. Miklós, közbeszúrok egy, aztán visszatérhetsz bármire, mert annyira ízesen mondod, hogy én elhallgatnám több, és én szerintem azért is mondod annyira ízesen, mert hát ott van benned a színművész. Mennyire fér meg a színművész és az író? Hadakozik itt benned, vagy vágysz még a színpadra? Arra megálmodod, hogy... Igen, bemerem vallani. Igen, de azok a színdarabok már nincsenek, azok a kollégák már nincsenek, akikkel én de nagy örömmel játszottam, és hát ez... Nem baj, de most megírod. Hát akkor... Ennyi van, hogy a színész sug nekem. És megírom a színházi emlékeimet, és persze, hogy kísért. Tehát 32 évig voltam színész, de hát ugye ez olyan, hogy ezt nem lehet levetni, ezt az állapotot. Van még szerintem egy percünk a beszélgetésre, a fenntartott időből. Lenne még valami, amit elmondanál? Esetleg egy perc alatt nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Próbáld meg. Nagyon próbáld nehéz. Meg. Jó, és súgják, hogy esetleg kettő. Ó, akkor hát még ha már a női fodrászokról beszéltünk, igen? Poldi Leopold, drága, remek munkáról volt különben, mint érdekesség a, hogy fogalmazzak finoman, a rossz lányoknál dolgozott, mint fodrász annak idején, és az ő frizuráikat rendezte, ugye, hogy azok estére készen. És lehetőleg ott kapott valami betegséget, vagy nem lehet tudni. Poldi valamikor egy két méteres férfi volt, de ment össze. És amikor mi már megismertük, és a színháznál dolgozott, már olyan kicsi ember volt, és a legenda szerint vásárolt alkalmi vétel egy koporsót. A padláson tartotta, és akkor befeküdt időnként. Ja, és ezt miért akartam mondani, hogyha azt mondod, hogy még ki is próbálgatta néha. Kipróbálta néha, na most ez megint egy legenda, vagy nem legenda, mi mindig kérdeztük, Poldi, mi igaz ebből? És ő sejtelmesen mosolygott, és hagyta, hogy mi színészek ugrassunk. Miklós, köszönöm szépen, hogy ennyit is elárultál a készülő kötetből. Én abban reménykedek, hogy nagyon hamar kézbefoghatjuk, és úgy, mert én azt szeretem, hogyha kézbefoghatom a könyvet, és az illatát is szeretem, meg a textúráját, mindenfélt. Sok sikert kívánok hozzá a kiadáshoz is, mert azt mondod, az anyag már elkészült. Igen, köszönöm szépen. Köszönöm szépen is, Miklós.